Sziasztok! 24-én szűz hold lesz, valamikor a déli órákban, majd pontosan megmondom nektek, hogy mikor. És ez tulajdonképpen a télnek az utolsó teli holdja, hiszen a következő az már a mérleg dihotómia lesz. És ugye az összes teli hold az tulajdonképpen a beteljesülésről, a születről, valaminek a megtörténtéről szól, tehát amikor befejezhetünk valamit, lezárhatunk valamit, leszületelhetjük a termést, és örülhetünk az eredménynek. Ugyanakkor pedig ez a szűz-halak dihotómia, ez több okból is izgalmas. Nem csak azért, mert ugye a télnek az utolsó teli holdja, hanem azért is, mert önmagában a szűz egy olyan jegy, hát önmagában is tulajdonképpen kezem, kezem előrök, megint egy kicsit, megint, megint a gondolatom, és egy picit fáradt vagyok, mert túl vagyok három-négy olyan napon megint, amikor reggeltől estig dolgoztam, vizsgá vizsgáztattam, aztán 16 óráztam hétvégén, aztán a saját csoportom, na mindegy, szóval mindig azon gondolkodom, hogy hogy lehetne ezt egy picit csökkenteni, és hát még nem találtam ki, de igyekszem majd valahogy, mert tényleg ennek sem értem, hogy dadogok, amikor valamit mondani akarok. Na, szóval, a következő a helyzet, a ha megnézitek Rudolf Steinernek a munkáit, akkor konzekvensen a szűz halak tengeit nevezi ő az élettengejének. Nekem több bajom is van Rudolf Steinerrel, nem szeretném bántani, nem szeretnék más dologban állásfoglalni, mert azért én is rengeteget tanultam tőle, de speciálisan nincs igaza, nagyon nincs, mert a szűz halak pont a haláltengely, és a nyilas ikrek az élettengely ezt több helyen is elmondtam, ha más nem, akkor csak ránéztek a, a, az égre, az égboltra, és azt fogjátok látni, hogy hol fut, a te, hol fut a tejút, ugye az ikrek és a nyilas ö, tengelyek között, hát nyilvánvalóan akkor ami erre merülleges az lesz a haláltengely, de egyébként ö, ki is tudjuk okoskodni, hiszen a halak az utolsó az állati végek közül, a lebomló, a lezáró jegy, amikor már vissza akarunk úszni a nagy közös lélekúciánba, a szűz pedig, nem azért haláltenge, mert ott helyezkedik el, ahol, bár igazából maga a igen, hanem azért, mert ebben a szegmensben található a szűz extragalaktikus szuperhalmaz, ami egy hatalmas, nagy elszívó erővel rendelkező óriás galaxis halmaz, ami merőleges a mi galaxisunknak a síkjára. És hogyha. Ö, ha ki akarsz ugye valakit téríteni, akkor nem frontálisan ütközöl vele, mert abban a percben te is meghalsz, hanem pont merőlegesen oldalirányban kell rá nyomást gyakorolni, tehát fel akarsz valakit lökni, hát ha szembe jössz vele, akkor ő is lát téged, ugyanolyan erővel tud ö, hatni rád. Ha viszont oldalról meglököd, akkor kiütheted, mert észre se hogy te oldalról jössz, mert egész egyszerűen nincs benne a, a nézőpontjában az a, 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 a 90 fok így tanítom meg a kvadrátod egyébként. Ez a lényeg a kvadrátnak, hogy nem, nem látod a kettőt együtt, vagy az egyik vetületét, vagy a másikat látod. És itt pontosan ez a helyzet, tehát nekünk, a, a tejút galaxis lakóinak, a tejútból áramló energia az a forrás, ami táplál bennünket. És mindaz, ami erre merőleges, az értelemszerűen a, a, az életforrásának az elvétele, megvan persze ennek a galaxisnak is, a, vagy a szupergalaxis halmaznak is a, a maga jelentősége, hiszen a központjában ott található az, ugye az a bizonyos szupergalaktikus központ, amely jelenleg mérleg egyfokon található, és az a soha semmi nem elengedő dilemmáját hordozza. De az elmúlt 2200 évben nem a mérlegben volt ez a pont, hanem gyakorlatilag végig a szűzben, és éppen ezért mondhatjuk azt, hogy, a, hogy ez, a, ez a halmaz, ez tulajdonképpen ö, Mit akartam, itt csinálni, bocsánat, megint nem látom, hogy mit csinálok. Várjatok egy kicsit. Igen, de amíg beszélek, addig megkeresem a, magát a képletet. Ugyanis, megint nem találom, ez annyira jó, de annyira jó, hogy az hihetetlen. Ö, ezt akarom nektek megmutatni, mielőtt a képletre ránézünk. Valamit tudhattak a régiek, valamit nagyon okosan tudhattak, hiszen itt van ez a kis ö, egyébként iszlám művészetű kis asztalka az ódiákussal, eléggé ramagy állapotban van. Ez valahol, ha jól emlékszem, Bécsben van az Iszlám Múzeumban az eredetie, és ha megnézitek, itt látható ugye a az jegyeknek a stilizált verziója, és nézzétek meg, hogy itt a szűz, és nézzétek meg, hogy a szűz fölött van egy hatalmas nagy cucc, ami így benéz bekukucskál, egészen megdöbbentő az. Egyébként, ha megnézitek a többi az az teljesen normális, tehát abszolút, hogy itt lehet a Kenta itt lehet látni, a, úr, itt lehet látni a, a, a mérleget, itt van az oroszlán, ugye a felkelő nappal, és nézzétek meg, ez az arc, ez hát háromszorosa, ugye, vagy öt 10 nem is tudom, mert ugye itt a sugarakat, hogyha lefeded, akkor azt lehet látni, hogy ez az arcocska, ez a nap, gondoljatok bele, a mi naprendszerünknek a központja, hát ez pedig egy sokkal nagyobb, egy óriási dolog, ami így feje lefelé bekukucskál a, a szűz válla fölött, és nézi, hogy ő mit csinálna ezen el kell gondolkodnunk. Nem mellesleg a mi magyar népeseink között is, hát rengetegszer utal, utal, rá, ugye a, erre a szívó hatásra, vagy erre az elterülő hatásra a mesehős, általában a boszorkány tanya a mi mesékben, egyébként ez a, szupergalaktikus ez a szupergalaktikus halmaz. Na, nézzünk ezek után rá a teliholdra, ugyanis én azt a címet adtam neki, hogy lehetünk-e bölcsek, Február 24-én tehát 13 óra 30 perc volt pontosodik be budapesti idő szerint, és van egy-két érdekessége, már önmagában az, hogy a Pallas Aténé van tűpontosan a, a, tehát két kvadrátot vetve ennek a, ennek a változó t kvadrátnak az apexénél, tehát a csúcsszögénél mutatja azt, hogy valóban ez a kérdés, hogy lehetünk-e bölcsek. Tudnatok kell, hogy Pallas Aténé a másodiknak felfedezett aszteroida, ugye az első a szerez volt, amit most már kisbolygóvá avanzsált, és Paraszaténé nem csak a bölcsesség istennője volt, tudni kell róla, ugye, hogy úgy születik meg, anyai közreműködés vagy segítség, kihordás és egyebek nélkül, hogy egyszer Zeusnak iszonyú fejfájása van, és akkor megnyitják a fejét, egyébként többek között Prometeusz segít neki ebben, és kipattan a fejéből teljes fegyverzetben, életnagyságban, fel, tehát abszolút felnőttként Pallas Athéné. És ahogy Robert Graves leírja, azt mondja róla, hogy ez az a téridő pillanat a görög a görögöknél, amikor szükségük volt egy tiszta női arhetípusa, akit már nem az ősi sötét matriarchális istennők vezérnyelnek, hanem ő magát, saját magát, ezért nincs anyja. Van egyébként, mert mély tíz az édesanyja, csak ugye őt bekapja légy formájában Zeus, és ezért az ő fejéből születik meg Palaszaténi. És Palaszaténi valóban egy szűz istennő marad, soha nem, nem megy férhez, nem is nem is hál el semmit, mert nem, a férhezben is az nem, nem, az a le leglényegesebb, hanem az, hogy egyáltalán tényleg szűz marad. és minden idejét és energiáját az apjának és a városának, Aténnak szenteli, és két dolgot kötünk hozzá, elsősorban a honvédelmet, tehát a védelmet, a városvédelmet, illetve a bölcsességet. És ez van most a teli tehát ő az apex. De egyébként nagyon érdekes konjunkcióink is vannak, emlékeztek talán rá pár nappal ezelőtt volt a tűpontos felszálló Keyron konjunkció, ez most már ugye távolodik, de még mindig egy fokon belül van. Aztán magán a, a ja igen, itt van a Mars-Vénusz konjunkciónk a szűzben, ez is most már távolodik, mert a Vénusz elhagyta a Marsot. A Pallas lilit konjunkció tulajdonképpen együtt mozog, egészen addig szinte együtt fognak mozogni, ameddig valamelyik le nem lassul, hogy megforduljon. A Fekete Hol Lilit Juno szintén még nagyon pontos, illetve magában a telihold van, majd csak nem fogom elrakni itt a dolgokat, mindegy, jó. Pillanat lejjebb rakom, hogy jobban lássátok. A telihold van, ugye ké, több égitest is részt vesz, ugyanis a holdon ott van transzplutó, a dimenziógrás, és az pont a szűzben van, tehát lehozni a fizikai síkra valamit, és a napon pedig ugye ott van a Merkur, most már nem látjuk a Merkurt fönt az égen annyira közel van a naphoz, illetve egy blokkoló együttásban ott van a Szaturnusz, tehát egy olyan jó négy-öt nap múlva majd a nap Napszaturnusz konjunkcióról is csinálok nektek egy videót, de tulajdonképpen ez azt fejezi ki, hogy ennek a teli holdnak azért van egy ilyen, hogy mondjam, korlátozó minősége is. És akkor majd nézzük tovább, hogy mit látunk ez az a bizonyos, ugye ez az a bizonyos, nagyon érdekes ilyen kis faasztalka, amin mondom, ott vannak az állati végyek, és ez, a, ez annyira döbbenetes, ez a, a szűz ide, tényleg egészen megdöbbentő, egészen megdöbbentő. Több kép is van erről a neten, úgyhogy meg tudjátok talán találni, hogy zódiákus asztalka, tehát iszlám zódiákus, azt hiszem az, 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 az iszlám múzeumban van ö, ö, Bécsben, nem, 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 emlékszem pontosan, hogy hol. El akartam menni megnézni, de hát mindig elsorul az élet. Na, itt láthatjuk, hogy ö, ha, ha, kiegészítjük egy picit az orbiszt, és meg és ugye ha megnézitek, itt tulajdonképpen az benne az érdekes, hogy a, ennek a T-kvadrátnak minden egyes sarkában tulajdonképpen egy kicsit lazább konjunkciók vannak, egyáltalán nem tűszoros, tűpontosak vagy szorosak, és éppen ezért tulajdonképpen van egy komplex, tág, de nem záródó fényszög képünk, és ezt most inkább az 5-6 fokra teszem, amiből abszolút kilóg, egyrészt a, tulajdonképpen a Mars-Vénusz kilóg, a Szaturnusz is kilóg, majd ezekre ránézünk, mert ott, ott csinál valami mást is a a téridő, tehát amit itt látsz, és ami itt kirajzolódik, az, a, ez a bizonyos változó t ö, aminek az Apexénél ott van a palaszaténé és a livit, az Aszterőd a lázadás az igazságtalanság ellen, tehát mi, ö, a bölcsesség, és ezért tettem fel ezt a kérdést, hogy lehetünk bölcsek? Hát ha lázadunk az igazságtalanság ellen, önmagában a lázadás az soha nem hoz bölcsességet. Tehát az lázad, akinek semmiféle, vesztenivalója nincsen, az lázad föl, akár a sorsa, akár a környezete ellen, aki egyrészt annyira buta, hogy fogalma nincsen, hogy hát az erőviszonyokról mondjuk, másrészt pedig elönti az agyát a, a, a vér, hogy úgy mondja, most majdnem mást mondtam, mert annyira nem tudja elfogadni az igazságtalanságot. És ez egy Lilitre jellemző viselkedési mód, tehát ő felcsattan, ugye, és ő, kérdőre vonja jávét, hogy miért akarja tulajdonképpen miért akarja azt, hogy, hogy ő alatt, legyen Ádámnak, tehát abszolút fölcsaddan a teremtő jelen, tehát benne van ez a magába tévő ez a fajta lázadás. És akkor nézzük meg, hogy a másik alakzat, amit kirajzolódik, és nem egészen tűpontos, hát igazából nem záródik, de pontosan ezért akarom ezt nektek megmutatni, mert, mert az alakzatokról nem elegendő eleget beszélni, tehát folyamatosan értelmezni és tanulni kell őket. Maga a, a földvíz sárkányunk, az ugye a napszaturnusz opozíció mm. szemben ugye a, a, holdal és a, a az egyik sarka a sötét holdít, és a másik sarka pedig a szerez, megint, nem, megint nem minden a dolgokat, de hogy, ha megnézitek jól, akkor tulajdonképpen szerez inkább a hatodik fokon van, öt fok valamennyi, a lili, -li, tehát a sötét holdit, az pedig nem egészen három fokon. Tehát ez a trigon, ami trigonként létrejön, de igazából itt nem záródik az alakzat, mert az összes többi nélplán, ahol két égitest van, ott valamelyik mindig zárja az egységet. Viszont Azért energetikailag mégiscsak ott van, nem beszélve arról, hogy ebben az egészben a leggyorsabb a hold, és a második leggyorsabb pont a, a sötét hold, tehát igazából a maradott, ahol van, ott záródik érdekes módon, mert az is három fok környékén van, jelenleg ott záródik az alakzat egyik része. Miről szól, beszéljük inkább meg, hogy miről szól önmagában a teli hold adja a tengejét ennek a földvíz sárkánynak, hogy a sárkányok azok sokkal hatékonyabbak, mint az átfutó trigonok, mert megjelenik az a az az őselem, ami táplálja az átfutó trigont. Az átfutó trigonok azok, azok egyneműek, tehát vagy föld, vagy víz, vagy tűz, vagy levegő. Ebben az esetben itt az átfutó trigon az föld, egyébként a leghasználhatóbb a négy közül, és ezt a lusta energiát toldja meg ugye a plusz hiányzó energia mintázattal a, vízzel, a halakban álló hold, szaturnusz együttállás. Ez lesz a horgonypontja ennek a földvíz sárkánynak, tehát le kellene horgonyozni, de mi van? nyilvánvalóan az akadályok, azok ott tornyosulnak fölöttünk. És akkor a szerez a gondoskodó elv és a honvédelem, a sötét hord az átok magunkra vétele, tehát amikor Lilit elmegy az édenkertből, és magára veszi Jávének az átkát, de nem marad egy méltatlan élethelyzetben. És ugyanakkor a hol a szűzben pedig azt mondja, hogy hoz le fizikai síkra, a valóság síkjára valamit, ami onnan föntről csatornázható le. Tehát ez a földvíz sárkányunk ö, a magyarázata, és akkor vannak itt még kisebb fényszögek, ugye ezért nem záródik a kép, hiszen a szerez palaszaténi közötti 30 fok záródik, ugyanígy a mars-vénusz-szaturnusz közötti 30 fok szintén záródik, de a palaszatén és a szerez között nem záródik, különben lenne egy ilyen mini trapézunk, de ez egy olyan mini hogy belsünk a közepébe, tehát nincs színpadtető, nem tudunk föllépni a színpad tetejére, és annyi szárnyak sem keletkeznek, tehát itt, itt szökik ki az energia ebből az egészből. És azért ugye van, létrejön, azt nem írtam már föl, csak mutatom nektek, hogy Isten igazából azért nagyjából létrejön egy változó földmozdony, hiszen a transzplutó a a hold, a palaszaténé és a sötét hold igazából zárja ezt a dolgot, de azt már nem, nem volt érdemes, tehát nem volt érdemes, már még egyszer odaírni. Na nézzük a transzendenségi testeket, még egyszer, ez egy halak, szűz jegyében létrejövő teli hold, ugye a halakban a napár, a szűzben a, a, hold, és a tér utolsó teli holdja, tehát beteljesedik a tér, én ezt így is le tudom fordítani. Nyilván lesz még hideg, meg még fagyok, meg ha pekünk van, akkor áprilisban is megint elfagy a nagyon mert nagyon utálnám, hogyha ez megint megtörténne, de sajnos milyen, ilyenkor benne van a pakliban. De mégiscsak le tudunk zárni valamit. Tehát a sötét időszakot le tudjuk zárni, most a következő telihold az már ugye a napi egyenlőség után lesz, tehát ö, nagyon, nagyon örülhetünk neki. Na, és akkor nézzük meg, hogy ö, milyen transzcendenségi testek vannak. A napon van rengeteg minden, még egyszer, sokat szor és akkor ja, itt hívnám fel a figyelmeteket, hogy köszönöm szépen, hogy megnézitek, nagyon hálás vagyok, hogyha feliratkoztok, nagyon érdekes volt nekem, hogy <laughs> négyen is leiratkoztak, mindig látom, hogy hányan iratkoznak föl és le, és uh, amikor ugye nem magam a az egész úgynevezett P-botrány miatt, még nem tiltottak le, hogyha nem mondom ki a szót, hogy mi a botrány. Tehát az a farizeus szemforgató, butatahó viselkedés, tehát tényleg az ember így néz, néz, néz ki a fejéből, de tényleg. Na mindegy, akkor egy kicsit kidőgtem magam. Na, négyen leiratkoztak, de nem baj, hulljon a férgese, mert ö, Isten igazából, ö, ezt most nagyon komolyan mondom, az én asztrogai tudásom a világnézetemmel együtt eladó. Tehát, hogyha nem tudsz azonosulni a világnézetemmel, és nem a politikai hovatartozásom a világnézetemmel, ami alapvetően szakrális, alapvetően földanyalapú, alapvetően vidéki emberekhez szól, nem a városihoz, egyáltalán város, vírus, véres, vörös, gondolkozzatok el ezen a négy szón, ugyanaz a szó gyök, magyarul, tehát, ha ezzel nem tudsz azonosulni, semmi baj, akkor nézzél más, rengeteg asztrológus van, de én megvehető a világnézetemmel együtt vagyok. Tehát a tudásom azok számára elérhető, akik be is tudják fogadni a világnézetemet. És még egyszer mondom, nem kell nem kell velem egyetérteni, de azoknak szól, akik a kettőt egyszerre tudják értékelni. Tehát, ha még nem iratkoztál föl, és tetszik, amit mondok, iratkozz föl, légy szíves, nyomj egy lájkot, mert az algoritmus akkor tudja pikapolni, a sokkal inkább teríteni a dolgot, hogyha ha sok lájk van, illetve így írjatok nyugodtan alá, aki elkezd kötekedni velem, azt tiltom, bocs, nincs rá idő meg energiám, hogy most itt népművelő legyek. Néha megpróbálom, és mindig rájövök, hogy semmi értelme, de semmi. Ha van olyan kérdésed, ami nem, á, ami nem a rólad szól, tehát nem a saját személyes képletedről, hanem valamilyen általános kérdés, ami elhangzott a videóban, valaki rám ért, mert valamelyik videóban, valamikor 7 percnél mondtam valamit, és hogy azt én keressem elő. Na jó, szóval ez de az el, a videóban elhangzott asztrógiával kapcsolatban kérdésed van, arra nagyon szívesen válaszolok. Egyébként meg gyere el az iskolánkba, és ö, háromféle dolgot is tanulhatsz nálunk, úgyhogy és nagyon, nagyon, szeretnek ott lenni az emberek, úgyhogy gyere te is. Na, szóval, ö, hogy a színkódokról a lila, a lila színnel kódoltak azok a, az aszterődák, a Mars és a Jupiter között keringenek, ugye ott van az aszterőda öv, személyes karmikus szintet mutatják meg, a kékkel jelzettek, azok az úgynevezett kentaurok, tehát a Neptunuson túlkeringő, újperőbeli objektumok, ezek a karmikus sebeinkről adnak felvilágosítást és a pirosak pedig az állócsillagok, csillagok, azok pedig a naprendszeren túli univerzum szintjein működő világok, magasabb dimenziójú, soha nem a földi is síkra vonatkoznak, hanem mindig a magasabb szérekbe visznek bennünket, és általában a helyek vagy felkészítő helyek, így, így veszük őket a, a transcendentális karmastrógiában Na nézzük, a napon ott van Cerberus, tehát valamit, az, az alvilág kutyája, ami őrzi az alvilágot, tehát valamit őrzünk. Paracelsus, a polihistor, aki mindent tud, ugye, nagyon szerette a magyarokat egyébként, sokat utazott Magyarországra a magyar, a magyar királyságban. Requiem, a, ö, hát a gyászmise, ugye a gyász, ö, és hát sajnos, hogyha körülnézel, akkor rengeteg gyászra való ö, ok is sajnos van. A háború ugyanúgy dúl, ö, nem szeretnék állásfoglalni a két nagy tűzfészekkel kapcsolatban. Ami történik, az borzasztó. Oda-vissza borzasztó. Tehát azt tudom mondani, hogy amikor valaki azt jelenti ki, a, a nyugati ö, médiumok folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy az ukrajnai háború az unprovoked, tehát, hogy kiprovokálatlan, nem kedves barátom, soha semmilyen háború nem kiprovokálatlan, az, ami most gázában történik, az is ki lett provokálva. Meghalt 1500 ö, izraeli, és teljesen mindegy, hogy ki kezdte. Mert lehet, hogy 200 évvel ezelőtt kezdődött, ez a amíg ez a szemet szemért fogad fogért dolog működik, addig az utolsó élő emberig fog történni a pusztítás. És ehhez nem adom a nevem, kikérem magannak és felháborítanak tartom, tök mindegy, hogy melyik oldal, hogy milyen szín, nem érdekel fejezzék be a pusztítást mind a két helyen, és, és a, a hogy mondjam, a nagyhatalmak meg ne adjanak lovat egyik alá sem, és próbáljunk meg normálisan élni. Nem fog sikerülni, de mindegy. Na, és akkor igen, tehát nézzük őket meg. A gongong, -gong az egy, tehát ez egy ilyen extrém TNO, tehát egy hosszú keringésű úgynevezett kentaur vagy transzneptunégi test, és pont a kataklizmát, a katasztrófát írja le. A Gongong ugye, amikor éppen csatázik az egyik ilyen kínai, ez is egy kínai szörnyel, akkor a homlok, ami egyébként részből van, vagy vasból, nem is tudom, teljesen mindegy, egy hatalmas lyukat üt a az univerzumnak a falán, és ott a káosz beömlik, a nap eltűnik, és akkor újra kell teremteni a világot. Hát ö, basszus, hát nézzetek körül. Tehát mikor másfél percnyire vagyunk az atomháborútól, és a kretének, hogy nem tudom, Belgium volt az az idiót, aki az teljes tüzérségét átadja Ukrajnának. Te hülye barom, miért, hogy még több ember meghalljon? Tehát ahelyett, hogy, hogy de, na mindegy, szóval az, tehát az ember tényleg néz ki a fejéből, hogy ezeket ezért fizetik, vagy ennyire hülyék? Tehát beszélnek és hülyék egyszerre. Na jó, mindegy. És akkor ott van a Deneb Adige, ami a hattyúnak az, az, első, az alfája. A hattyú, ami tulajdonképpen északi keresztnek is szoktuk nevezni, az egyik tátos konstelláció, tehát az egyik tátos csillagzat, és ennek is ugye a vezére a Dereb Adige, a, a, az ég ígérő, ég ígérő fa felé, ugye a te, tejút felé suhanó táltos madárnak a vezére, mi magyarok ezt kormányzónak neveztük ezt a csillagot valamikor régen. Most pont ezen a hétvégén, amikor ez a teli volt be, akkor tartok a saját tiszta forrásos csoportomnak, a negyedéveseknek egy magyarság hétvégét, most járok a jegyzetben 70 valahány oldalnál, tehát nem kicsit grafonálni és hülye vagyok, ezért is vagyok ennyire fáradt. Na mindegy. A Holdon, ugye a Hold Transpluto konjunkción, ott van Lancelot, a lovag, és Pudencia, ugye az egyik fő kardinális erény, ugye a mértékletesség, hát igen, ezt kellene tartanunk, a mértékletességet. A Vénusz Marson ott van gíza, a piramisok, tehát az egyiptomi kultúra és tudás. Szerezer ott van Ixion, ez egy kentaur, és az egyik dokumentált pszichopata, mostanában elég sokszor volt prominens, ő is, meg a Nessus is. Az Ixion az a, tehát konkrétan az erőszak kapcsolódik hozzá, a nemi erőszak is, illetve az erőszak általi teremtés, ez is egy fontos teremtő energia, és a karmakerék elfogadása, tehát az a fajta viselkedési mód, hogy igenis lesz a tetteimnek következménye, de nem a kaporszakáról úristen fog odállni egy nátpálcával, hogy engem elverjen, hanem a maga a lélek szembesül a tetteivel, és a lélek gondolja azt, hogy na jó, akkor most megpróbálom a másik oldalt is, megpróbálom megélni azt a fajta minőséget, amit elpusztítottam például, vagy magam is elpusztulok a minőség által. Palaszatinén a Hidalgo van, ez a spanyol polgárháborúnak, vagy a mexikóinak, ezt mindig keverem, na mindegy, ott egy, egy szabadság, de szabadságkő, és maradjunk ennyiben. És akkor a sötét holdon ott van Amenemhet, egy fáraó, és Hephaistos, a Santa Kovács, az Isten. Tulajdonképpen kettő darab Isten van itt. Ez nagyon izgalmas, mert ugye a sötét hold önmagában is a lázadás fejezi ki Isten ellen, Jáve ellen, amikor a teremtő ellen lázad föl Lilit, azon az okon, hogy tulajdonképpen a teremtés az igazából feminin, és akkor itt van két Isten rajta, tehát ez van. Na, amit még meg szeretnék nektek mutatni, az az, hogy 10 fok környékén is vannak itt áldások, főleg a, Buda, tehát a, 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 a budapesti képletben, Kiraj... Tulajdonképpen mindenütt kirajzolódik, egy jupiter Saturnus majdnem tűpontos szextél. Amikor jupiter Saturnus szextél van, az mindig arról szól, hogy találjuk meg a helyes mértéket a világban. Tehát önmagában is a szextél a lehetőségeket biztosítja, a két sors bolygó találkozása pedig mindig vagy az egyensúlyteremtés, vagy az egyensúly kibillenése az, amit leírnak. Tehát itt ez a szextil pont azt jelenti, hogy meg tudnánk tartani a, az egyensúlyt, meg tudnánk létrehoznánk, létre lehetne hozni az egyensúlyt. És a, 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 a maga a Jupiter-Saturnus szextilhez kapcsolódik be, aztán a Mars-Vénusz konjunkció, tehát a két szexuál bolygó egyesülése. Ezek már ott voltak a Valentin napon is, tulajdonképpen, és azóta is ugye nagyjából egyformán vagy együtt mozognak. Minden esetre ez hoz létre egy úgynevezett rózsatüskét, ezt a nagyobbik unokám nevezte el rózsatüskének, mert gondolkoztunk, mert én mondtam, hogy ez egy oldott kvadrát, nyolc éves a gyerek amúgy, és akkor mondta, hogy nem, ez rózsatüske, mert nézzem meg, hogy így néz ki egy rózsatüske, pont. Tehát ugye miből áll? Egy kvadrátból, egy szextilből és egy 30 fokból, egy személy szextilből, tehát innentől kezdve rózsatüske, én ezt tavaly nevezte el egyébként így, mikor rengeteget játszottunk a kertben, és tulajdonképpen egy oldott kvadrátról van szó, tehát itt egy fix kvadrát van, ugye a Mars-Vénusz konjunkció és a Jupiter között, ez még nem egészen tűpontos, mert a Vénusz fogja zárni, az már majdnem zárja is, még egy, egy nap, és a Mars -a majd hozzápontosodik, tehát lesz majd egy Mars Jupiter kvadrát is. A Mars Jupiter mindig a bajnok, vagy hát a sportoló. A kvadrát, pláne a fix kvadrát, az azt jelenti, hogy szegény mindig elveszíti a tét meccseket, tehát tök jó az edzőteremben, meg a, meg a felkészüléskor, de magán a meccsen általában nem sikerül neki nyernie. A Vénusz-Mars önmagában ugye a férfi és a nő találkozása, és a Vénusz-Jupiter pedig a kis és nagy szerencse találkozása, ami itt kvadrátot alkot, tehát itt e, igazság szerint megint arról van szó, hogy egy picit nehéz, nehéz a téridő, és ugyanakkor van azért nekünk egy feszülten oldott opozíció, magát az asztendens, desztendens tengelyt is berajzoltam nektek, mert ez a, 100, a Saturnus egy 135 fokot vett ugye az asztendenshez, 45 fokot a desztendenshez, ezt nevezzük feszülten oldott opozíciónak. A tradicionális oldott opozíció az egy szextil és egy trigon, mennyivel könnyebb, itt ugye csupa feszült fényszög jön létre, és ráadásul a belvilágában kirajzolódik egy quinde csile is, látjátok, a Mars Vénusz együttállás, egy kvindecsirét vet, egy kényszerfényszöget, kényszerség rögeszme ambíció. Ez van a, ennek a feszülten oldott opozíciónak a belsejében. És azért vannak kísérő fényszögek is, amik hát nem, igazából nem, megint nem lesz belőle alakzat. Nagyon érdekes, ha valaki tud angolul, akkor ezt ki fogom rakni angolul is. És a londoni képletben ott egy, ott egy korona rajzolódik ki, aminek a csúcs, csúcs a Jupiter. Itt ez nem jön létre, mert az asszendens máshol van. És ö, ami itt van még, ugye, hogy tulajdonképpen az opozíciót még valami oldja, méghozzá egy quintil és egy tridecil a Jupitertől. Itt látjátok quintil, tridecil. Ugye a quintil az a ö, zsenialitás tehetség, a tridecil pedig a módosult tudatállapotokban elkezdődő, vagy működő tehetség és zsenialitás. Illetve van még az MC és Jupiter között egy novél, önfeláldozás, ugye ez a 40 fok, és van az MC és a Mars-Vénusz között egy szeptil, az pedig a miszticizmus. Na ez tehát a teliholdnak a zenegyja mintája, és beteljesülés, a tér utolsó teliholdja, lezárja a sötétséget, tehát hogyha megfigyeltétek, sokkal hosszabbak Istennek a nappalok, futunk rá majd a, a partál képretet, tehát az, nyilván azt rendesebben meg fogom csinálni a, a napi egyenlőséget, addig azért még jó sok minden van, ugye van még egy több, kevesebb, mint egy hónap már, hál' Istennek, és érezhetően hosszabbodnak majd, a, tehát a fény az érezhetően növekedni fog. Boldog teli holdat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!